én bennem volt egy olyan elképzelés minden forradalomról, egyrészt tisztában voltam arról, hogy az közelről sose van szép, mint a történelmi távlatban, vagy a rá helyezett értékelésben, vagy reménykedésben, vagy sajnálkozásban. Másodszor arról is megvoltam, előítéletszerűen megvoltam győződve, hogy a nép olyan tökéletesen spontánul nem kell fel. Az olyan nincs, hogy a nép ezt csinálja, és a nép azt csinálja. Ebben van egy bizonyos illúzió. Ami meghökkentett 56-ba, az volt, hogy érzésem szerint nem csak szinte egyedülálló volt abban, és csak a francia forradalomhoz tudom hasonlítani, bármilyen nagy stílián hangzik is ez, ahogy itten a nép valóban valami módon úgy működött, hogy az nem volt komolyan véve, komolyan vehetően irányításnak tulajdonítható. Túlságosan bennünk élt az a lenini elképzelés, hogy a forradalomnak van egy vezérkara, aki valahol a szálakat a kezében tartja, megszervezi, sőt tudományosan eldönti, hogy éppen most mit kell csinálni. Ehhez birtokában van egy ideológiának is, de azon felül egy határozott katonai értelemben vett vezérkara van az eseményeknek. Ez sok számos más forradalomra is igaz, és mindenekelőtt a legtöbb forradalomnál, az angol és a francia kezdeti szakát kivéve, ami azóta zajlott Európában, főleg a 19. század folyamán, mindig volt egy garnitúra, ami ha nem is annyira irányította az eseményeket, mint ahogy állította vagy képzelte, de legalábbis készen állt annak a hatalmi vákuumnak az betöltésére, amely a forradalomban keletkezik, és minden forradalomban keletkezett. Ebben a forradalomban először is meggyőzem szerint hiányzott minden vezérkar. Sem ellenforradalmi vezérkar nem volt, sem forradalmi vezérkar nem volt. Hiányzott a tudományosan, vagy egyáltalán tudatosan megfogalmazott ideológia, és hiányzott a hatalmi vákuum betöltésére készen álló garnitúra. Utóbb pár emberrel találkoztam, aki állította, hogy itt vagy ott vagy amott, ilyen és olyan formában ő irányította az eseményeket, de ezt rajtuk kívül soha mástól nem hallottam, és meghökkenve vettem részre, hogy nem tudom, hogy minden forradalomnak, de ennek a forradalomnak volt valamiféle olyan közszelleme, amelyik úgy irányította az embereket, hogy azok észre se vették.